A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Magyarországon 1931-től ünneplik, akkor még gyermekhétnek hívták, majd 1950 óta már csak egy napig tart, és május utolsó vasárnapján tartják. Békéscsabán a Roma Nemzetiségű Önkormányzat elsősorban a roma gyermekeknek szervezte meg ezt a napot, de rajtuk kívül még a szlovákokat, németeket és románokat is meghívták. Nagyon jó érzik magukat a gyerekek, ez egy nagyon jó kitalálmány volt, hogy így külön gyereknapot rendezzünk nekik, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sokan támogatnak bennünket, polgármesteri hivatal, pályázaton is nyertünk pénzt rá, úgyhogy próbáljuk a kultúrába ezt is beleilleszteni, nyilván, hogy ugyanazok a szolgáltat, tehát ugyanaz a hinta, meg fagyi, meg, tehát nem különítjük, nem különül el azért, mert hogy romák vagyunk, de viszont a roma gyerekeknek, a rászoruló gyerekeknek, akik nem tudnak részt venni, a belépős, meg fizetős a gyereknap, akkor azok el sem mennek. Na itt minden ingyenes, a fagyi, a szendvics, a üdítő, a hinták, minden ingyenes szinte, és akkor itt szívesen eljönnek több száz gyerek, úgy mondom. A gyerekeket különböző programokkal várták a Széchenyi Ligetben. Volt ugrálóvár, csúszda, arc és gipszfestés, fagyi, lovaskocsikázás, és persze szendvicsekkel és gulyáslevessel is készültek a szervezők. Milyen programokat szeretett kipróbálni? A csúszdát, a hintát, az arcfestés, meg az ugrálóvárt. Hát, most is ki van festve az arcod, mi van ráfestve? Cica. Miért ezt választottad? Mert szeretem a cicákat. És hogy érzed most itt magad? Jól. Mi a legjobb benne? A csúszda. Kovács Erzsébet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szerint a roma és cigány gyerekek is gyerekek. Senki nem tehet arról, hogy hova születik. Ők is ugyanúgy szeretnek játszani, szórakozni, kikapcsolódni. Nagyon fontos a gyereknap, hiszen ezek a gyerekek ugyanúgy szeretnek kibontakozni, jó érezzék magukat, és az, hogy a várostól megkapjuk a ligetet, ez egy külön köszönet, hiszen itt van hely arra, ez a hely alkalmas arra, hogy a gyerekek, hiszen játszótér is van, rendelkezik egy nagyon korszerű játszótérrel, azt is igénybe veszik ilyenkor a gyerekek, és itt találkoznak, a szülők is elkísérik őket, és ez olyan, mint egy majális. Tehát ez nagyon kibontakozik, jó érzi magát, és a gyerek lelke, ahol a játszása fontos, és mi ezt vesszük figyelembe. A szervezőket jó érzéssel tölti el, hogy ezek a gyerekek milyen boldogok a gyereknapon, így a nagy sikerre való tekintettel a rendezvény természetesen jövőre is megrendezik.